Évek óta nem volt olyan bizonytalan a helyzet Európa szomszédságában, mint amit az iráni elit alakulat vezetőjének meggyilkolása okozott. Hassan Szulejmánit és még egy magasrangú katonai vezetőt éjjel lőtték ki amerikai drónok Donald Trump parancsára. Szulejmánit Iránban nemzeti hősnek tartották, Amerikában viszont terroristának. Az Egyesült Államok szerint ez egy megelőző csapás annak érdekében, hogy Irán ne fokozza a feszültséget a Közel-Keleten. Csak hogy Szulejmáni halálának beláthatatlan következménye lehetnek, Irán bosszút fogadott. Azonnal hagyják el az amerikai állampolgárok Irakot. Erre kéri minden állampolgárát az Egyesült Államok külügyminisztériuma. A térségben ugyanis jelenleg kiszámíthatatlan a helyzet. Vannak, akik Bagdad utcáin ünnepelnek és éltetik az Egyesült Államokat. Teherán utcáin viszont már tömegek vonulnak fel, és az amerikai vezetés halálát követelik, miután a reggeli amerikai légicsapásban halt meg az iráni forradalmi gárda elitegységének parancsnoka. Hassan Szulejmáni az iráni felderítés parancsnoka, Hamenei Ayatollah bizalmasa volt. Őt tartották az egyik legbefolyásosabb embernek az országban, aki személyesen irányította a perzsa állam akcióit Szíriában és a síita milíciák szervezését Irakban. A másik célpont az iraki Abu Mahdi al-Muhandis, az úgynevezett népi mozgosítási erők nevű iránpárti milicistákat tömörítő ernyőszervezet vezetője volt, aki szintén életét vesztette a légitámadásban. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma közleményben erősítette meg a támadás tényét, amelyre a hadsereg főparancsnokaként Donald Trump amerikai elnök személyesen adott parancsot. A közlemény szerint a légicsapás célja az volt, hogy elrettentse Iránt a további támadásoktól. Egyúttal kijelentik, hogy az Egyesült Államok továbbra is meg fogja védeni érdekeit a térségben. Az amerikai kormányzati szereplők üdvözölték a támadást kijelentvén, Szulejmáni terrorista volt, akinek a lelkén több amerikai élete is szárad, és így likvidálása egy jó irányba tett lépés. Üdvözölte az iráni tábornok likvidálását Benjamin Netanyahu, Izrael ügyvezető miniszterelnöke is. Akárcsak Izraelnek, az Egyesült Államoknak is megvan a joga az önvédelemre. Hassan Szulejmáni számos amerikai és más ártatlan ember haláláért felelős. Trump elnök dicséretet érdemel, hogy gyorsan, határozottan, erővel lépett közbe, mondta az izraeli politikus. Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője, háromnapos nemzetközi gyászt rendelt el, és egyben bejelentette, eddigi helyettese veszi át Szulejmáni posztját. Az iráni fegyveres erők főparancsnoka pedig kemény szavakkal ítélte el az amerikai akciót, és kemény válaszcsapást ígért. Az amerikai terroristák, akik megteremtették az iszlám államot, most megölték Hassan Szulejmánit, ezzel is bizonyítva Amerika gonosz terrorista természetét, és igazolva az Amerika elleni ellenállást, mondta a tábornok. Elítélte a támadást Sztisztáni Nagy Ajatollah, Irak síita vallási vezetője is, aki szerint az amerikai akció Irak szuverenitásának súlyos megsértése, és hasonlóan nyilatkozott az orosz és a kínai külügyminisztérium szóvivője is. A hírek hatására azonnal emelkedni kezdett az olajára a nemzetközi piacokon, attól tartanak ugyanis, hogy hamarosan lezárhatják a Hormuzi szorost, ahol a világ olajkereskedelmének java keresztül halad. Ez most egy nagyon-nagyon puskaporos helyzet igazából. Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója az M1-en azt mondta, bár a helyzet pattanásig feszült Irán és az Egyesült Államok között, egy közvetlen háború kirobbanása nem valószínű. Azt gondolom, hogy inkább amire számíthatunk, az az, hogy az amerikai katonai bázisok, katonai személyzet elleni fellépések történhetnek a Közel-Kelet különböző országaiban. A kutató hozzátette, az, hogy a légicsapás milyen hosszú távú következményekkel fog járni, nagyban függ a térség államainak, köztük Izrael reakciójától. Szalai Máté leszögezte, jelen pillanatban bármilyen forgatókönyv elképzelhető.